A kardiológiai intézetből kirúgott szívsebész lehet a felelős betege haláláért, nem az intézet. Legalábbis ez derül ki az országos tiszti főorvos és egy orvoscsoport vizsgálatából, tudta meg a 24.hu. A jelentés alapján a férfit azonnal olyan intézetbe kellett volna irányítani, ahol adottak voltak a technikai feltételek. Közben a kirúgott szívsebész azt állítja, őt meg sem kérdezték ezekben a vizsgálatokban. Kovács Attila országos tiszti főorvossal beszélgetünk. Jó estét kívánok, és nagyon köszönöm, hogy eljött, mert kívánok, nagyon sok mindent kell rendbe raknunk. Kezdjük az alapokkal. Mikor kezdődött el pontosan ez a vizsgálat, és mikor zárult le? Itt egy hatósági eljárás, egy közigazgatási eljárásról van szó, amelyet a Nemzeti Népegészségi Központ végez és folytat le. Ez október 5-ével indult el. Tehát az október 5-i dátumon. Már mondja nekem egy napot, akkor az péntek. Pénteken kezdtük el, igen, és nem zárult még le. Mikor zárulhat le? Hát akkor fog lezárulni, amikor teljes körben rendelkezésre állnak a teljes dokumentáció, ezeknek a megvizsgálása, valamint a felkért szakfelügyelő főorvosoknak a teljes körű véleménye, és ennek az alapján tisztázzuk a tényállást, és akkor megszületik a döntés. Nem vezetheti a félre a nyilvánosságot, hogy akkor egy nem lezárult vizsgálatból már hétfő délután Gulyás Gergely miniszter idézett, mint ahogy több részlet nyilvánosságra is került. És Székely László felelősségét vette elő. Itt arról van szó, hogy itt a Gokinak, tehát rögtön utána meg tudtuk állapítani már azt, hogy a Gokinak e tekintetben milyen szerepe volt. Tehát ez volt az elsődleges. Itt a Gotzégen György országos kardiológiai intézetről van szó, ami egyszerűen arról van szó, hogy ilyenkor előre bekérjük, vagy bekérjük egy helyszíni szemle során, vagy pedig írásban külön még bekérjük a teljes körű beteg dokumentációt, tehát a teljes körű beteg dokumentációt, a vezetőknek az ezzel kapcsolatos nyilatkozatait, és ezeknek az, és az eljárás rendeket és az egyéb dokumentációkat, hogy lássuk, hogy belül milyen szabályzás történik meg, és ennek az alapján kezdjük el a vizsgálatot. Most itt rögtön kiderültek azok a problémák, amik arra utalnak, vagy arra utaltak, és azt bizonyítják, hogy a Gokiban nem a protokolloknak, nem a szakmai szabályoknak megfelelően történt a beteg ellátása. Kikkel ez teljesen világos volt. Most elmondta, hogy a dokumentációt honnan kérték be, de kiket kérdeztek meg a vizsgálat során? Ezen eljárás során nem kiket kérdezünk meg, mi eljáró, egy független eljáró hatóság vagyunk, mi dokumentációkból dolgozunk. Nyilatkozatokból dolgozunk, ilyenkor nyilatkozatot tesz az intézmény vezetője a tekintetben, hogy mit tud erről az egész eseményről, és az összes többit pedig már dokumentáció alapján végezzük el. Tehát ami a lényeg ennek, hogy mi nem személyekkel, nem alkalmazott orvosokkal állunk kapcsolatban, hanem mi mindig intézménnyel, egészségügyi szolgáltatókat vizsgálunk, és nem a benne levő alkalmazottakat. De az főigazgató nyilatkozott, azt mondta. Igen, ilyenkor hát minden főigazgatónak kell. Nem az a normális, hogy aki konkrétan foglalkozott a beteggel, mondjuk Székely Lászlót is megkérdezik? Nem. És ő ugye azt mondta, hogy őt nem kérdezték. Nem, soha ilyet nem. Ez egy kötött, jogszabályok által leírt egészségügy, vagy egy jogszabályok által leírt eljárásrend, aminek a mentén, mondom még egyszer hangsúlyozom, mi a bekért dokumentumokból, belső eljárásokból, jogszabályokból dolgozunk, valamint a szakfelügyelő általam meg felkért szakfelügyelő főorvosoknak a véleményéről. Igen, csak ugye a közvélemény is értesült arról, hogy egy elég komoly feszültség van a főigazgató meg az elbocsátott szívsebész között, és így nem biztos, hogy ő teljesen objektívan és függetlenül mondott. Na de hát pontosan vélemény. Ez a dolognak a lényege, hogy mi egy független hatóság vagyunk, tehát mi ilyen belső feszültséget, belső problémákat nem vehetünk figyelembe, mi csak a tényeket tudjuk ilyenkor vizsgálni. Na de a vizsgálat végét befolyásolhatja az, hogy az egyik vitás felett meghallgatják, a szívsebészt meg nem. Ez pontosan úgy zajlik le, még egyszer hangsúlyozom, hogy az intézményen belül dokumentumokból dolgozunk. Tehát ez azért nagyon lényeges, mert például, hogyha valakinek a panaszára indul ez egy ilyen eljárás, számos ilyen van, is rengeteg ilyen van. Ilyenkor a panaszos sem kérdezzük meg, hiszen ő már nyilatkozott arról, hogy neki milyen panaszai vannak. Ennek az alapján elindul ugyanez az eljárás, ugyanígy dokumentumokból, ugyanúgy a szakfelügyelet, tehát a szakértőknek a felkérésére, és ezeknek a véleményére alapozva születik meg a döntés. Mivel itt tényleg, ami a lényege, az, hogy mi azt vizsgáljuk, hogy az intézmény betartotta-e a jogszabályokat, betartotta-e a szakmai szabályokat,
a protokolloknak megfelelően történtek-e az eljárások. Tehát nem egyéneket nézünk benne. Kik voltak a szakfelügyelő főorvosok, akiknek a közreműködését kérték? Érsebész és szívsebész kardiológus, vagy szívsebész szakfelügyelő főorvos. Csak mert ugye a közvélemény úgy tudja, és ugye Székely László is ezt mondja, hogy ez egy annyira speciális eset, amiben ez a férfi szenvedett, hogy hát gyakorlatilag se európai, se amerikai szakmai eljárásrend ajánlás sincsen, mert annyira speciális ez az eset. Akkor hát, nem becsülöm le az átlag szívsebészeket, de lehet, hogy nem ők azok, akik meg tudják mondani azt, hogy mit kellett volna tenni ebben az esetben, hogyha Székely László egyedül értett ehhez, vagy még másodmagával legfeljebb. Hát egy érprotézishez, illetve egy aneurizmához, ami jelen esetben szóba került, tehát egy értágulatnak a problémaköréhez, azért Magyarországon nem csak egy ember ért, hanem Magyarországon intézmények vannak ezekre, többek között erre van a GOKI, de ugyanerre vonatkozóan van szaktudás, méghozzá nagyon mély és nagyon nagy magas szintű szaktudás, például a Semmelweis Egyetem városmajori szívgyógyászati és érsebészeti klinikáján, vagy ugyanúgy a Magyar Honvédség egészségügyi központjában. De azért nyilván nem véletlen, hogy Székely László nem tőlük, hanem Angliából kért szakvéleményt, aki ezeknek az eseteknek a specialistája. Na, ezekre vonatkozóan én nyilatkozni nem tudok, hiszen Székely László autentikus emberként azt tett, amit ilyenkor tehetett, vagy tennie kellett. Ez az ő felelőssége, hogy ilyenkor mit tesz. Ugye akkor azért nem kérdezték meg a családot sem, hogy ők mit tapasztaltak, mert erre a jogszabály nem adott lehetőséget, mert ugye Kálmán Olga készített egy interjút a férfi feleségével és a lányával, és azt mondták, hogy őket senki nem kereste meg a vizsgálat során. Nem, ugyanis még egyszer hangsúlyozom, a hatósági eljárás az dokumentumok és szakmai felügyelet, vagy szakmai felügyelet körében végzett szakvélemények alapján történik. Tehát ilyen, mi nem rendőrségi nyomozó hatóság vagyunk, hogy különféle embereket még külön meghallgassunk, hanem ezekből állítjuk össze a tényeket, és ez elég. Mire elég ez? Arra, hogy meg tudjuk mondani, hogy az a egészségügyi szolgáltató, amelyet vizsgálunk, az megszegte a szakmai és jogi szabályokat, vagy sem. De önök nem egy szolgáltatóról mondták ki, hogy megszegte a szabályokat, hanem Székely Lászlót említik. Székely Lászlóról egy szót nem szólunk. A közleményükben. Mi Székely Lászlóról egy szót nem szólunk. Nem tudom, kinek volt az a papírja. Egy a lényege, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint Székely László főorvos részéről nagyon szoros megfigyelés, sürgős kórházi felvételt, sürgősségi beavatkozást igényelt a beteg, és olyan intézetbe kellett volna irányítani, ahol a szakmai ellátás feltételei rendelkezés állnak azonnal. Hát őt név szerint említik. Akkor hibásan említik, itt egyszerűen arról van szó, hogy a közlemény arról szól, hogy történt, tehát egyetlen egy dokumentum tele volt feltelelhető a betegről a GOKI-ban, a Gottségen György Kardiológiai Intézetben, amely a felnőtt ambulancián keletkezett, és a felnőtt ambulancián az ott levő szakorvos véleménye az volt, hogy érsebészeti konzíliumot kell kérnie. Ettől a pillanattól kezdve viszont semmiféle dokumentumot már nem találtunk. A belső eljárás szerint... Szeptember 25-i keltezésű levelet mutatott be a nyilvánosságnak Székely László, ami szerint ezt a beteget is a kórház figyelmébe ajánlja, mint akinek kell ez az implantátum. Mondom még egyszer, mi intézetekkel állunk kapcsolatban, tehát még egyszer elmondom, tehát mi intézetekkel, egészségügyi szolgáltatókkal állunk kapcsolatban, és azt vizsgáljuk, hogy ott megfelelő volt-e a jogszabályoknak, illetve a szakmai szabályoknak megfelelő volt az eljárás. Na most ezáltal teljes körű dokumentációt kérünk be, amit az intézetnek rendelkezésünkre kell bocsátania. És ebből tudjuk meg, és ebből fogjuk megítélni, valamint a szakfelügyeleti szakvéleményekből ítéljük meg a tényállást és az esetet, és ennek az alapján hozzuk meg a döntést. Akkor térjünk vissza még egyszer a közleményére, mert ahogy felolvastam, ott konkrétan Székely Lászlót név szerint említik, tehát nem egy intézményről beszélnek, hanem Székely Lászlót marasztalják el ezekben a mondatokban. És ez az önök közleménye. Akkor nagyon sajnálom, hogy ilyen Székely László név, mert egyszerűen ilyen nevekkel nem is szoktunk élni, vagy nem is operálunk. Az valószínű valamilyen lapszus, annál is inkább, mert ott, akit láttunk, a beteget, ezen az ambulancián, tehát ezen a felnőtt ambulancián egy szakorvos látta el. Aztán egyébként ehhez hozzá kell tenni még, az, hogy ott közben valami történhetett, arra csak indirekt következtetés van, arra pedig csak abból lehet következtetni, hogy az idézett kolléga, akiről az előbb szó volt, az idézett kolléga megrendelésére megjelent az intézet, vagy kapott az intézet egy e-mailt,
egy érprotézis gyártó cégtől, hogy legyártotta a megfelelő úgynevezett graftot, ez a beültetendő protézis. Egyébként közte semmiféle dokumentáció nem született. Ez azért nagyon lényeges, mert a belső eljárás rendszerint, aki megvizsgálta az ambulancián a beteget, tehát bekerül egy beteg ide felnőtt ambulanciára, itt megtörténik a vizsgálata. Most a július 30-áról beszélünk. Tesz egy javaslatot. Igen. A javaslatot alapján itt most egy konziliumnak kellett volna következnie. A konziliumra semmiféle jel nem utal, hogy megtörtént, de ezek után a belső eljárás rendszerint rögtön egy úgynevezett vaszkuláris tímnek kellett volna megállapítania, hogy a beteg milyen állapotban van, és ennek megfelelően milyen a kockázata, a veszélyeztetettségi szintje, és mi a teendő. Kell sürgős műtét, vagy még elektív műtét lehet, ami azt jelenti, hogy elhalasztható, és így tovább. Amennyiben műtétet javasol ez a tím, tehát azt mondja, hogy műtétre van szükség, abban a pillanatban felkerül egy úgynevezett várólistára. Na most sem a tímnél, sem a várólistán nem jelent meg a beteg, tehát sehol nem jelent meg, csak itt az ambulancián találtuk meg, majd később az, hogy megrendeltek számára egy protézist. Hát Székely László azt mondja, hogy azért nem került fel a várólistára, mert hogy ő ezt jelezte, de időközben felfüggesztették. És nem készült el akkor erre még az implantátum. Erre mondom én azt, hogy akkor kellett volna, tehát ennek mindenképpen nyomának kell, hogy legyen. Tehát még egyszer hangsúlyozom, ezek nem hosszú távú ügyek, nem hetekig kell várni. Akkor most végül is a kórház hibázott? Hogy ennek a dolognak nincsen nyoma? Igen, mi megállapítottuk, ezért tudtuk ezt kihozni. Igen, a kórháznak megállapítható a felelőssége, hogy nem a szakmai és nem a jogi szabályoknak megfelelően, protokolloknak megfelelően történt az ellátás. De ez nem személyes felelősség, az nem tud lenni belőle? Nem. Mondom még egyszer, mi mindig egészségügyi szolgáltatókkal állunk szemben. Az, hogy azon belül a kórház alkalmazottai közül kihibázott, az egy teljesen más kérdés, azt a kórháznak kell majd egyszerűen eldöntenie. Ha levonnak egy ilyen következtetést, annak normális esetben milyen következményei vannak az intézményen belül? Hát sok. Különböző következményei vannak. Ez általában úgy zajlik le, hogy ha ez enyhébb esett, akkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy tartsa be a jogszabályokat, vagy tartsa be a szabályokat, ha ez nagyon enyhe. Egy kicsit súlyosabb esetben már előírjuk azt, hogy pótolja a belső hiányosságokat, de ez csak abban az esetben van, amikor még nincs a betegellátás veszélyeztetve, vagy a betegbiztonság nem kockáztatott. Következőkben bírságot lehet kaszabni. Amennyiben súlyosabb az eset, akkor adott esetben fel tudjuk függeszteni a részlegnek a működését, mindaddig, ameddig a hiányosságokat nem pótolta. Ha nem pótolta, akkor viszont visszavonjuk a működési engedélyét azokra a tevékenységekre, vagy arra a részlegre vonatkozóan, amit ő elkészített. Ugye nyilván egy teljesen független vizsgálatot akarnak végrehajtani, de mindenki tudja, hogy ez milyen politikai térben zajlik ez az eseménysorozat. Egy olyan térben, ahol a miniszternek annyira fontos volt az, hogy ez az orvos még az alatt se folytassa a munkáját decemberig, amíg végleg elbocsátják, felfüggesztési ideje alatt, hogy inkább összevetett az egészségügyi államtitkárával, és lemondott a szolgálatairól, aki próbált közvetíteni. És önök pedig nyilván a minisztérium alá tartozó szervezet. Hát most, ha nem tudom, hogy ezzel mit akart mondani, remélem nem azt, amire én gondolok. Még egyszer én azt hangsúlyoznám azért, hogy mi egy független szervezet. E tekintetben egy független hatóság vagyunk, és kötött eljárások szerint dolgozunk. És most is ezt folytatjuk azt le, és kötött eljárásra fogál. Azt nem vizsgálhatja senki, hogy lehetséges az egy egészségügyi intézményben, hogy azt, aki egy ilyen eljárást tud, egyik napról a másikra bocsátják el, és ennek ilyen következményei lehetnek, és még más beteg is. Még egyszer mondom, mi, mint Nemzeti Népegészségi Központ nem vagyunk hivatottak erre, nem is vagyunk erre feljogosítva. Vannak egyébként belső szabályzók, és vannak adott esetben a fenntartó is, aki ebben léphet, hiszen tudomásom szerint a fenntartó is kért egy belső vizsgálatot, vagy elindított egy belső vizsgálatot. Ön Kásler Miklóssal beszélt erről az ügyről, referált neki? Személyesen nem referáltam, hanem úgynevezett interim reportot kapott a miniszter úr. Az mit jelent? Ugyanazt, amit nagyjából itt most elmondtam, vagy amit önök láttak. Mert ebben a fázisban csak ennyit lehetett leírni. Uh-huh. Amikor azt említi, hogy ki mennyire volt életveszélyben, és hogy ezt mindig vizsgálják, akkor az miért nem tűnik föl mondjuk
önöknek, mint felügyeleti szervnek, amiről beszél Székely László, hogy mondjuk a műtétek elvégzéséhez 2-40 évesnél régebbi és egy 20 meg egy 10 éves szívmotoruk van, hogy az altatógépek elromlanak rendszeresen, amit használnak, és hogy egyébként a műtőlámpák sem alkalmasak ilyen típusú műtétekhez, ezt a Euronews-nak nyilatkozta ma. Tehát most beszélünk ennek az orvosnak az esetében a dokumentáció hiányosságáról, és ilyen alapfeltételekről pedig nem, és ő azt mondja, hogy ezt hosszú-hosszú ideje jelezte a kórháznak. Na, azt kell erre mondanom, hogy nem régen volt pontosan egy hasonló felügyelet, nem is emiatt, hanem egy felügyeleti vizsgálat, ahol természetesen már nem a szakmai szabályok betartását néztük, hanem megnéztük azt, hogy a kórház a minimum feltételeknek, a feltételeknek hogyan felel meg. És ugyanis elindították az érsebészeti eljárást, nem is olyan régen, megfelel némi hiányossággal, amiket nekik pótolniuk kell. Tehát gyakorlatilag ez azt tehát jelenti... A 40 éves szívmotor az pipa? Az azt jelenti, nem pipa, nincsen rendben, de azt jelenti, hogy ez működ, ha működőképes és megfelelő, és azt is jelenti, hogy a mi vizsgálatunk alapján ez megfelelő volt, akkor mehet. Így most erre az, hogy ő mit mond, csak akkor tudok válaszolni, ha tényeket tudok hozzá ezzel vele szembeállítani, ami jelen pillanatban nincs birtokomban, hiszen nincs itt a jegyzőkönyv. Ön szívesen befeküdne egy olyan műtétre, ahol az altatógép az néha elromlik? Hát ez körülbelül most teljesen teoretikus válaszokat kellene adnom. Reméljük, a kérdés is teoretikus volt. Igen, én is remélem. Senki el nem fog itt előfordulni. Nem, itt egyszerűen arról van szó, hogy a betegbiztonságnak a szintje az határozza meg ezt az egészet. Igen, egyébként befeküdnék, nem azért, mert az altatógép elromlik, mert azt én úgy sem tudom sok esetben. Reméljük. Hanem az, hogy megfelelő az altatógép, megfelelő technológiai felkészültsége van, a műtőnek nagyon jó, vagy jó minőségű az eljárásrendje, elfogadható, rendelkezésre állnak-e kompetens orvosok, és így tovább, és itt ez a lényeg az egésznek. Hát ebből keveset tudtunk volna kipipálni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm. Köszönjük.